közben, hogy hideg van, de azért a növények, a virágok már kezdenek előjönni a földből lassan. Például a jácintok. Neked van jácintod a kertben? A kertben nincs, de benn van. De otthon cserében. És már kinyílt most. Na hát akkor most Szabolcs megmutatja nekünk, hogy hogyan kell a jácintot gondozni, hogyha bent van a lakásban egy cserében. A jácint hasonlatosan a többi tavaszi hagymásunkhoz, például a tulipánhoz, különböző krókuszokhoz, a nácishoz, vagy akár a hóvirághoz is, normál esetben szeptember tájékán kerül ki a szabadföldbe, vagy adott esetben egy erkére vagy egy teraszra. Az egyik legnépszerűbb tavaszi hagymásunk a jácint. Lakásunkba becsempészhetjük vele a tavaszt. Meghatározó illat és forma jellemzi. A kéktől egészen a rózsaszínig szinte minden színárnyalatban pompázik. Kezdőkertészek is bátran álljanak hozzá. Tartásának csupán néhány apró buktatója van. Jácint az egy nagyon egyszerű növény, hogyha egy nagyon egyszerűen otthoni körülmények között is hajtatható, virágoztatható növény, hogyha ezt a pár alapvető lépést ezt mindenki betartja, akkor akár gyerekekkel is, óvodákban, illetve családos helyeken gyerekekkel is nyugodtan lehet vele kísérletezni. Biológiai egyensúly szempontjából rendkívül fontos időszak a hagymások életében, ezt pedig úgy hívjuk, hogy jarovizáció, vagyis hideghatás. Erre minden hagymának szüksége van, hiszen csak ekkor fog kivirágozni. Ez azt jelenti, hogy legkevesebb 4-6 héten keresztül hidegnek kell lennie, ahhoz, hogy aztán később ezek a hagymák, ezek kivirágozzanak. Ezután januárban, februárban, illetve március elején már inkább egy kényszernyugalmi állapotról beszélünk, ami azt jelenti, hogy ekkor már képesek lennének kihajtani, illetve kivirágozni, de még a külső körülmények, a külső környezeti feltételek erre még nem adottak. Miután valaki megvásárolt egy ilyen jácintot vagy ajándékba kapta, akkor lehetőleg tegye hűvös, világos helyre. A világos hely az nem jelenti azt, hogy tűző napfényre kell kitenni, természetesen ez tél végén még nem jelent problémát. Nem szabad túl meleg helyre tenni. Tehát a legjobb, ugye gondoljunk csak bele, hogy kora tavasszal hány fok van általában a kertekben, jellemzően ilyen 10-15 fok. Tehát az, az igazi, hogyha mondjuk két ablak közébe tudjuk tenni, vagy egy fűtetlen verandára, egy száraz levegőjű panellakás nappaliába semmiképpen ne tegyük be, mert viszonylag hamar le fog romlani a növényünk, és viszonylag kevés ideig fog díszíteni. Hogyan öntözzük? Hát nagyon fontos, hogy nem szabad elrohasztani, tehát nem szabad túlságosan sok vizet adni nekik, mert itt is látunk olyan hagymákat, amik egész egyszerűen maga az egész hajtásrendszer, maga az egész növény elrohadt, illetve hát a hagymákon is rendkívül sok ilyen gombás, illetve mindenféle szörnyű betegségek vannak rajta. A legjobb azonban, hogyha magát a növényeket, azokat elsősorban ilyen homokos, tőzeges, mindenképpen laza szerkezeti talajba kell beleültetni, ami szinte is szétomlik, hiszen ezen viszonylag hamar keresztül tud menni a víz. Mi a teendő akkor, hogyha elszáradt a virágunk? Miután a virágunk az elszáradt, a legbölcsebb, hogyha megvárjuk, hogy szépen lassan visszahúzódjon a hagymába a tápanyag, és meg kell várni, míg magától elszárad maga az egész növény, ez többnyire több hét, vagy ott esetben több hónap.